Várjál, nincs izé. Basz meg, nincs csákány. Mi fasz csinált? Jó picsába. Nem megy, ó, az meg, akkor vissza. Vagyok.
55%, ez nem rossz. És van baszó katonánk? Van már három is, nagy, nagyon nagy. Na, kezdünk jól állni. Itt van a Eni Arnikach. Arnikach szerintem itt van YouTube-on, úgyhogy gyere YouTube-ra, vagy Arni jöjjön izére, Twitch-re, hogyha szeretnétek beszélgetni. Itt van szerintem, igen. A gang guru. Nekem is még a stream elején itt írt. Arnikach. Bébike. No. Raktárat se építeni sehova. Legalábbis olyan helyre kéne, ahova. Nem, tehát nincs egyszerűen olyan helyen, bazd meg. Tehát most... építhetnék ide, de minek? Szélvihar van odakint. Ez ivatar? De. Ó, yeah, jön a lehűlés. Végre, bazd meg. Na, ezt vártam már. De oda miért nem viszik a izét? A szenet? Haló? Pénz, nagyon nagy. Nem jött a genguru zsénél. Mi van? Te gyere ide, pő, menjen oda. Hát figyú, igazából most annyit kell csak várnom, tehát Enemy-nek ugye nincsen izéje, tehát Lila továbbra se épített vasbányát, tehát magyarul ő nem tud fegyverkezni, meg aranybányája sincs. Tehát a Lila az hiába van kurva egy területe, igazából ő nem tudja
Így van. Csak szénbányája van. A pirosnak meg pont ugyanannyi, azt hiszem neki is csak szén van. Így... Ja nem, jó, már megijedtem. Jó, csak szén meg kő. Úgyhogy igazából, ja, a hadsereget, hogyha most így megnéznénk, mert mentsünk egyet mondjuk a hármasra, így van. Tehát kb. Most egy kicsit így idő kéne, hogy a hadseregeket megnézzük. Hát abban messze jobban vagyok, jobban állok. Elmentettem a hármasra? Hát figyú! Próbáljam meg támadni? Hogy állunk izé? Hadsereggel. Van arany is, nagyon jó. Na, még egy kicsit hagyjuk itt ezért, hadd fejlődjenek itt a kis katonák. Van ilyenkor jó hampur keres Jebellen, éhes vagy. Kurva jó, gyroszos van amúgy Jebellen, 0-24-es. Nem tudom, az mennyire érdekel. Hát ha McDonald's van, nem messze a gyroszostól itt a Csöpepláza mellett, de hát az... Ja. Hát az éjjelnapelézés az a Kossuth Lajos utcán... Átküldöm ézőt. Átküldtem neked a... Mepszana. Faszom, várj, mert valahol... Itten. Átküldtem neked Messengeren. Nem laligíros. Nem, hát igen, töröknek néz ki, de színes bőrű, de nem barnába bőre, de valószínűleg nem török fickó csinálja. De szerintem kurva jó, nagyon jó a hús is, tök jó a... Én ami szeretek benne, ez a saláta, meg ez a lila káposzta, az ilyen nagyon jó roppanós, meg tök jó íze van. A rizs, meg krumpli általában jó. Lehet a krumpli nem friss, de nem az a nagyon ilyen... Ha krumplit, én ma ettem hazafele jövet, azt vettem egy ilyen kis, vagy egy ilyen közepes adagot, girosztálat. A krumpli is olyan, hogy nem az a nagyon friss roppanós, meg az a aranyban elősült, hanem aranyban elősült persze, de nem az a nagyon ilyen aszott, kihűlt, újra melegített krumpli, hanem még úgy tök jó, tehát hogy még olyan tök jó megy ehhez a hát kicsit már olyan puhább. Nagyon zsíves. Hát figyú, ha még most jönnél, hát figyú, ezt most még gyorsan befejezném, azt igazából ki tudok ugrani. Mondjuk az a kérdés, hogy állítólag most itt vihar van. Itt legalábbis most ilyen hallottam, hogy valamit borogatott itt a szél, és nézem az időképet, itt most vihar. Ja, később, figyú, szívesen, ha erre jössz. Ezt most szerintem befejezem egy... Hát én remélem, hogy... Teppaj, az a teppaj. Szerintem egy fél óra alatt ezt így be tudom fejezni. Hát, kb. Nem most. Mikor végzel? Ike, most? Akkor most. Az jó. Hát, igyekszem. Na jó, nézzük meg, hogy meg tudjuk-e támadni a kis nyomot. Mondjuk ezt, hogyha még elfoglalnak, akkor neki nem lenne. Nem tudna arany izé pénzvedésen lenni, bírni lenni. Hogy állunk mi emberekkel, mint katonákkal? Baszó katona. Kurva jól állunk amúgy. Hogy volt? Hármasra mentettünk. Pörgessünk még egy kicsit a izén? Hát ha ez itt változik.
az. Ú, geci sok arany van, bassza meg! Vinnetek kéne az... Hát pedig viszik az aranyat. Hűha! Ezt meg raktározni kéne, gyerekek. Hát, hogy kéne egy raktár? Ezt hol tudok építeni? Mondjuk raktárat azt meg... Várjál csak! Ez mondjuk kurva nagy ötlet. Viszont... Ezek kéne még egy szén... Zsénbánya. Ez volt valahol máshol, nem igazán mi. Ide most nem küldtem ki végül kis emberkét? Nem tudom, hogy ki küldtem végül. Várjál, van-e izém? Jó, mindenből van. Milyen a szénbányám, ez valami nem termel eleget. Százalékon vagyunk, és a katonaságom az amúgy kurva jó. És 18 arany, mert itt van bent. Ah, van már egy izé! Kommanderem! Nagyon nagy. Nagyon nagy. Ne tedd, gyere még, bazd meg! Fú, inkább azt nézd már meg nekem, légy szíves, hogy a izé. Esport egy TV TV csatornáján megy. Most meccs. Bele tudok én is nézni, mondjuk. Játszanak a magyarok? Szép játék! 6-0 magyaroknak, bazd meg! Most lett 6-1. És csak az első map, úgyhogy még, hát ott még messze van, mire befejezik. Hát ebből, én ezt hamarabb befogom, úgyhogy ebből nem lesz raid. Igen, 6-1, ezt most néztem bele. Kicsit gyorsan az kis izét. Hát vasat talált. Nem sok.
Jó. Azért lesz jó, mert ezeket most utána raktározni fogják ide, tehát nem kell, hogy elvigyék a központba. És ugye úgy tudom, hogy ha valamit ide raktároznak, az ugyanúgy megjelenik a központba. Ez ilyen közös raktára van a izének, a Settlersnek. Tehát, hogyha ott beviszik, akkor ugye itt, az itt lévő embereket már egyből tudják képezni. És elvileg akkor hamarabb bejut így a zarany. Kérdés, hogy mi a faszért? Jó. Mi nem oda viszi? Na mindegy. Két commander, nagy. Ó, oh, 11 basz. Ó, hát ezeket is mindjárt legyűröm, bazd meg. Simán. Simán. Kúra jó, hát mert 12 tarajosom van, az iszonyat jó, és kettő ilyen a legerősebb, ugye a nem commander, mit tudom, hogy hívják, hogy a kapitány. Három, yes. Na visszajött, itt van Arni is. Na, itt, Kanadán, itt van Arnika, most köszönt be izén, YouTube-on. Hiányoltad. Kettő tarajos fog kimenni. Kurva jó. Na, mindjárt indul akkor a hadjárat. Hát, hogy most volt egy esküdöm. Ne basz! 7-0, az szép. GG. Pedig az Atleti azért nem a gólgyártású volt ilyen híres, inkább így kibe. Azt a kurva. Ja, még mit tart? Az nice. És idegenben. Az komoly. Hát gratula. Gyere, Twitch! T-
Nazi. Ja, fuck. Szerintem akkor most rányogunk még arra, hogy cseréljük ki a... Nem tudom, hogy vannak a... most a izé... Baszó... hát ott is baszók vannak amúgy. Tehát kemény. Hát ott talán nem a legerősebb. Jó, nyomjunk még egy ilyen cserét. Azt nem tudom, hogy... gyengébbek jönnek ki. Jó. Aki kengúrú. Adjatok már azzal a kibaszott kengúrúat. De nem annyira nagy játék, vagy ennyire imádjátok a izé? KO the kengúrút? Amúgy szerintem egy rész van. Ha jól emlékszem, akkor ilyen másfél óra van hátra belőle, úgyhogy holnap azt... Mondjuk az én tempomban nézve, akkor lehet, hogy ez két adás. Basszik. Holnap lesz kengúrú, jó? Lesz. Nyugi. Most meg hatalmas nagy támadások jönnek pár másodpercen belül, figyeljetek. Jó, na, hát figyú, szép, tag barát 4, így. Hát azt akkor támadás. Mondjuk a pirosat nyomjuk le előbb. Én azt gondolom, hogy az jó lesz. De melyiknek gyengébb a hadserege, kivel nem szenvedek meg annyira elvileg. Tök mindegy. Legyen a piros. Jó. Mi a fasz? Jajjaj. Bezárult a... Mi? Kifagyott a játék? Ne basz. Mi? Mi történt? Haló? Még jó, hogy mentettem. Hát de ilyet? Az meg kifagy... Én remélem, hogy... Hát én nagyon remélem, hogy ezt betöveti most, és a... Jó. De most, hogyha rámegyek és megtámadom, én kurva... Jó, akkor elég lesz 3 katona. Remélem, hogy izé nem fagy ki mindig, mert akkor most rábasztunk. Jó, nem. És foglaljuk el a központját. Menjünk rá a központjára, bazd meg, hát na. Azt a kurva, csak tarajosok jönnek, bazd meg! Ja, az hullott, az hullani fog. De már! Jó. Ja. Jó. Ja.
Nagyon, hát alig volt izé katonája. Zsír. Pirosnak a bázisát, amit nem tudjuk megtámadni? Esetlegesen. Zoom van, itt van. Hát nem tudjuk. Nem. Mi ez a rózsaszínnek? Hát a srácok, mindegy, menjetek rá. Erre. 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 Lebontjuk. Ezt is. Ez annyira ez nem kell.
így. Ekkora a piros. Ó, melófasz, nem nagy. Ezt még itt elfoglaljuk. Csak melyik ürült ki? Valamelyik bányám kiürült. Hiha. 64. 89. Akkor nem ez. Szerintem valamelyik, amelyik 100%. 81. Aranybánya vajon? Ez 80. 100. Lehet, hogy a kőbányám. Ez nulla. Lehet, ez volt az. 66. Hát kő igazából annyira nem is kell már. Akkor a piros. Hát ez már nem nagy. Pirosat elfoglaljuk. Nyomás közben. Bocs, hogy buzerálom, csak ugye tudom, hogy azért nem ragad jól, és bármelyik pillanatban nem, szóval nem akarom, hogy azért, hogy legyőjön, mert hogy akkor belejut valami kosz, vagy elfertőződik, hogy mit tudom én. Szóval azért nagyon vigyázok rá, hogy minden jó legyen. Hát haladunk tovább. Yep.
És van még itt piros... Ja, még ez a piros itt van. Jó, akkor ezt... Ennek annyi. Jó, tehát akkor piros már nem, az nem kell nekem, az bonzs le. Mit nem tudom lebontani? Hogy tudtam lebontani? Ja, így, ilyen vagyok. Így. No. Akkor piros nincs, akkor még a lilát. Hát a lilát is lerohanjuk. Milyen a izé hadseregünk? Gyenge. Jó. Hát hol kezdjük? Ennél a legvékonyabb pontnál itt. Jó, mentünk egyet. Jó. Jó. A bányája. Jó, inkább akkor erre menjünk.
Aha, ez ürült ki szerintem. Jó, akkor ezt lebontjuk. Tudjuk bontani? Le. Fasza. Na igazából megint itt jön az, hogy nem értem, hogy miért erőlködik. Nincs már bányája. Tehát nincs semmi a izének, a lilának. De még azért, még izé. Mindegy, haladjunk. Építkezik a rohadékba, az meg. Győzz le a kurva életbe. Jó. Yep.
De nem adja meg magát, bazd meg. Nem, minek? Szó katonám. Ugye valószínűleg azok kijöttek, ugye, mert ugye volt azért veszteségem, de egy csomó katona állott izé sorban. Hihi. Ne, nem építkezel oda, bazd. Ne, nem. No, no, no. Végre. New password gate. Hol a gyros? Mi, jössz gyroszhozni akkor, vagy? No, fú, hát ez végül is mennyi? Egy 3 órája megy a stream, de volt egy fél órát kell bejadom, 2,5 órát ez megvolt ez a pálya is. Úgyhogy azért azt elmondhatjuk, az utóbbi időben, az utóbbi 2-3 pálya, ha jól emlékszem, az egész jó. Jó, már megnézem, hogy milyen idő van, hogy van-e érzé, de most elvileg, hát lehet, hogy esik. Hú, bazd, meg itt kemény esőt írnak majd amúgy, 40 percen belül, úgyhogy hát lehet, hogy megkérlek, hogy majd gyere ide izé, a kapu elé, azt beugrom a kocsiba, és akkor izé fölvenném, mert nem akarok szarrázni. Hazudja, hogy neked. Közben, lehetek, akkor fölírom a izét, fölírom ezt a kódot, mi volt? Gate, tehát kapu. Így né. No, hát fiúk, lányok, hát igazából 3 óra stream, azért az nem kevés, nem rossz szerintem. Főleg így, hogy ilyen ronda arca, meg azért nyilván annyira nem érzem ilyenkor úgy, hogy, tehát, hogy nem nagyon akarok úgy beszélni, mert akarok nyilván beszélni, csak úgy érzem, hogy nem igazán megy annyira könnyen, mert hogyha nagyon sokat mozgatom itt az arcom, meg ugye a beszéd által, akkor ez sokkal hamarabb elengedi ez a ragasztó, úgyhogy hát figyelem. Igaz, hogy holnap délelőtt megyek már újra cseréltetni, tehát volt most a legutóbbi, amit ugye ma vettek le, az igazából szombat reggel óta fönn volt, és ma reggelre kezdett el így izé, tehát hogy igazából az kibírt plusz egy éjszakát, úgyhogy nem volt igazából annyira rossz, de hát ja, azért óvatosabb vagyok. Úgyhogy remélem, hogy azért élveztétek ezt a 3 órás kis streamet, így a, hát nem is annyira hosszú kihagyás után, mert igazából volt ugye, csütörtökön azt hiszem, hogy végül is nem volt, mert az esélyet átraktuk szerdára, ha jól emlékszem, tehát szerda óta nem találkoztunk, úgyhogy azért nem egy teljes hete volt, mert ennél no skin, no skill. Hát igen, kíváncsi vagyok arra, hogy milyen lesz, amikor már így visszahúzódik, és teljesen nem lesz semmi. Nem tudom, meg valahol szerintem ez így most így, ha mondhatok így annyit, vagy nem tudom, hogy gondolkodtam ezen, hogy ha az ott nem lesz, akkor lehet, hogy egy kicsit, lehet, hogy hülye hangzik, de
de hogy mondjam, így az önértékelésem is egy picit azért, mert valahol zavart, és akkor mondhatjátok joggal azt, de akkor fasz meg, bazd, miért nem vetetted le? Mert ugyanakkor meg így, most elmenni, meg kiszedik ki, meg lehet, hogy elbasszák, vagy mit tudom én, és akkor nem, jó van az úgy, mert most annyira nem, meg hát úgyse azon múlik azt, hogy most mennyi, mit tudom én, milyen visszajelzéseket kapsz, vagy hogyan ítélnek meg téged. De szerintem azért ugye az emberekben azért az benne van, hogy most mit tudom én, hogyha mondok valamit, bárkinek a saját hibáján kívül most van egy ilyen, hogy ilyen a izéje, vagy van valami kitudorodás az arcán, nyilván az rontja az összképet, ott nem feltétlenül lesz ronda, mert ez egy tök helyes csaj, egy jóképű csávó lenne, csak mondjuk van valami elváltozás az arcán, amitől így, hát mondjuk, hogy visszataszító lesz, és én ezt tökre elfogadom, mert saját magamon tapasztaltam ezt. Most nem biztos, hogyha ez így elmúlik, lehet, hogy valószínű nyoma valamennyire lesz, de azért mégse egy nagy dudor. Hogy lehet, hogy azért, most nem azt mondom, hogy ettől leszek majd izé menő csávó, de hogy a saját önértékelésem az valószínű ennél, tehát jobb lesz, és lehet, hogy mások is kicsit úgy, mert nyilván nem fogják azt mondani, hogy jaj, hát mit tudom én, azért nem tetsző, vagy nem vagy jóképű, mert de közben meg lehet, hogy legbelül azért érzik azt, hogy az olyan zavaró tényező, és hogy emiatt ők nem tudják azt mondani, vagy érezni, hogy így, na, hogy nem tudom, így olyan, úgy unblock to the man, minden az úgy fasza lenne. Nyilván a plusz kilók is közre játszanak szerintem, azon dolgozom. Hol a gíroz? Hát elküldtem a link. Na, mindegy, jó, megbeszéljük majd. Írok majd Messengeren. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Danikának, Arninak, Addixnak, Knobbernak természetesen, és még a többieknek. Be bármikor lehet jönni. Én most elköszönök, a streamnek már a vége van, de ne csüggedjetek, mert holnap után, és igazából egészen szombatig mindig lesz Tech Barát, holnap után saját stream, holnap ugye Kenguru, KO the Kenguru, aztán szerdán Tomb Raider, majd egy SA mérkőzés Zsombiéktól, és csütörtöktől kezdve pedig az eSport 1TV-n láthatok minden alkalommal, csütörtöktől szombatig 3-4-7-től, különböző nemzetközi klubmeccseket, tehát olyan, mint amilyen a korábbi volt, ugye nem a magyar válogatott, hanem a Tier 1-es csapatoknak a mérkőzéseit, BO1-es mérkőzéseit, tehát igazából egy ilyen max. Egy órás meccsek. Úgyhogy a hét második felében már saját stream nem nagyon lesz, mert azért kicsit ki akarom magam pihenni, meg úgy egyéb dolgokra is így. Ugye összpontosítani meg, hát azért mégis itt van a pofám, addig úgy nem szívesen, meg ja, kicsit azért, na, szóval úgy be akarom jól osztani az időmet. Úgyhogy holnap és holnap után várlak titeket Tech Barátok streammel, és holnap a KO-t a Kenguruval, úgyhogy aki nem lesz itt, akkor Dani, Knobber, Arni, picsárulak titeket, hogy nem lesztek holnap az elejétől a végéig itt, és írjátok be percenként, hogy jaj, de jó, hogy itt a Genguru, akkor picsárulak, bannollak titeket egy életre a csatornáról. Tehát ezt akartátok, hogy hol a Genguru, úgyhogy holnap megkapjátok a Gengurút. No. Köszönöm még egyszer a figyelmet, ha valaki esetleg Genguru, így van, ha valaki esetleg lemaradt volna erről az adásról, és vodról nézni vissza, ne felejtsen lájkolni, feliratkozni a Sima Tech Barátra is, és akkor holnap találkozunk a KO the Kenguruval. Várok mindenkit sok szeretettel, na jó éjszakát, szevasztok!